Tehát az a lényeg, hogy a tüskének a teteje a síkba legyen ezen a hónapon. A katonák egykori és jelenlegi eszközeivel is megismerkednek a fiatalok a Fonyódi Kishuszár táborban. A Kossuth erdőben berendezett bázison élik mindennapjaikat a gyerekek. Gondozzák a lovakat, rendbe teszik sátraikat, és a hagyományokat is ápolják. Nem csak a huszáros virtust, hanem a huszáros fortéjukat is megtanulják. Volt ugye a dolmány, ennek nagyon szép gombos gombjai voltak, és ezt azt kell tudni a gombokról, hogyha nem volt a huszárnak elfogyott a töltete, akkor a gombokat is kilőtte, leszette és kilőtte. Zsigmond régóta tagja már a Fonyódi Huszárbandériumnak, az idei táborról sem hiányzik. 10 éve huszárkodom, kiscsoportos koromban kezdtem, amikor a kapitányék bejöttek az óvodába lovakkal, és már akkori huszárokkal, és nagyon megtetszett. Voltak barátaim is itt, és meg szerettem volna ismerni a magyar hazánkat, ezt az egész huszárkodást. Nekem nagyon tetszenek az egyenruhák, és szerintem egy szuper dolog ez. Idén 43 lakója van a kis huszártábornak Fonyódon. 7 fiatal Székelyföldről, Böjte Csaba gyermek otthonából érkezett. Tanulni jöttek, hiszen szeretnének Erdélyben is egy gyermek huszárcsapatot létrehozni. Igazából egy gyerek otthonból vagyunk, és nekünk nagyon fontos az, hogy a hagyományunk, a hagyományőrzés, és ez egy jó hely, ahol a gyerekeinknek nagyon sok dolgot gyakorlatban is meg tudunk mutatni, nem csak mesélni tudunk róla, hanem itt meg is tudják élni. A székely kishuszárok hamar beilleszkedtek a Fonyódi csapatba. Eddig nekem úgy minden tetszett, a lovaglás, lovagoltunk, airsoftoztunk, múzeum is nagyon tetszett. A program fő célja a huszárhagyományok őrzése, de a tábor bepillantást enged a honvédség munkájába is.